Tovább bővítettem a héten a portfólióm, még szerencse, hogy hét elején vásároltam, mert ugye szerdán volt egy nagyobb rally a Powell beszéd hatására, úgyhogy akkor megindultak azért rendesen felfelé a részvény árfolyamok, viszont én még hét elején vásárolgattam, bővítettem az egyik pozíciómat, úgyhogy többnyire erről lesz szó a mostani videóban, át fogjuk nézni a portfóliót. Amennyiben érdekel benneteket egy teljesen publikus portfólió és ennek az alakulása, hogy milyen részvényeket vásárolok hétről hétre, illetve hogy nagy ritkán milyeneket adok el és veszek helyette másikakat, akkor mindenképp iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem lennétek, és ha tetszik a tartalom, akkor nyomjatok egy like-ot is. Na vágjunk akkor bele, szóval nézzünk rá a publikus portfóliómra. Így néz ki, és látható, hogy türkizzel a legeten plett látható most. Itt vásároltam még 2 darab részvényt, így most már 27 darab részvényem van, és egy nagyon picit sikerült lefaragni a bekerülési áramból, most már $37.52. Ugye nagyon fontos tudni, hogy a legeten plett egy olyan vállalat, ami több mint 50 éve fizet és emel évről évre osztalékot. Én ezért is tartom, ugye ez többnyire egy osztalék portfólió, többnyire olyan részvények vannak benne, amelyek fizetnek osztalékot, ha bár vannak ugye kivételek, például a Meta, vagy az AMD, vagy az Asana, vagy a tetovált sér, ugye a tetovált sérfel vannak bajok, és többen is írtatok, hogy nem feltétlenül lenne jó most rávásárolni, és hogy engedjem el ezt a dolgot, hát ez még nem sikerült teljesen, de egyelőre nem vásároltam rá. Szóval a legeten plett volt a héten a választás, és a legeten plett is ment a tegnap egy jó 1,5%-ot, én még mondom, hétfőn vásároltam, most a legeten plett, december 1-én, amikor felveszem ezt a videót, csak egyszer fogom elmondani, mert tiltátok már többen, hogy túl sokszor mondom ezt el a videókban, szóval csak egyszer, igyekszem egyszer elmondani, szóval most a legeten plett $35.61. 27 darab részvényem van, ugye, szóval ezt bővítettem a héten. Gyertek, akkor nézzük át a teljes portfóliót. Szóval még mindig a legnagyobb pozícióm a 3M, itt 18 darab részvényem van, és még mindig nagy mínuszban vagyok vele. A 3M azon vállalatok közé tartozik, azon kevés vállalatok közé, ami a tegnapi kis rallying ellenére mínuszban zárt, igaz, egy nagyon piciben, de mínusz 0,13%-kal zárt a tegnap a 3M, habár látom itt, hogy zárás után azért 0,18%-ot magára szedett. Lényeg, hogy itt még mindig nagy a mínuszom. Ez is egy olyan vállalat, amit tipikusan az osztalék miatt tartok a portfóliómba, ugye 3M több mint 60 éve fizetésem el évről évre osztalékot. Csak most van ugye ez a probléma a füldugókkal, ezért nem szeretik most sokan. Én is gondolkoztam rajta, hogy esetleg felezek, vagy eladok pár darab részvényt, hogy ne legyen ilyen nagy kitettségem. De egyelőre úgy áll a dolog, hogy tartom ezt a 18 darab részvényt, szerencsére az osztalékokat eddig fizetik, ugye nem volt vágás. Jövő év elején kéne emeljenek, és arra vagyok én igazán kíváncsi, meglátjuk, hogy mi lesz. AMD, ugye itt is elég nagy a mínuszom, habár az AMD most már $77.63, a tegnap ment egy közel 6%-ot felfelé az AMD, sőt látom, hogy zárás után már $78 felett van, de még így is mínuszban vagyok az AMD-vel, de igazából ez nem zavar. Ugye a probléma az ezekkel a vállalatokkal, amik nem osztalékfizetőek, és mínusszal jössz bennük, hogy se árfolyam nyereséget nem tudsz realizálni, se osztalékot nem kapsz, ugye, mert például egy 3M-be is mínusszal ülök, csak ott azért negyed évente valamennyi pénzt utalnak a számlámra. Az AMD-ről ugye ez nem mondható el, itt muszáj, hogy az én átlag bekerülési áram felé menjen az árfolyam ahhoz, hogy én bármiféle nyereséget tudjak itt realizálni. Az Asana ma fog jelenteni piaczárás után, és ugye beszéltem már erről, hogy a múltkori jelentés az nagyon jól sikerült, és aznap mentek vagy 20%-ot, úgyhogy kíváncsian várom, hogy az Asana ma mit fog jelenteni, aftermarketes lesz a jelentés, lehet, hogy nem fogom megvárni, mert ugye foci VB van, és pont akkor vannak a meccsek. Írjátok meg hozzászólásban, hogy szerintetek kinyeri a foci VB-t. Szóval Asana, itt van ugye 2 darab részvényem. Lehet, hogy mai kíváncsiságból érdemes lenne rávenni, mert hogyha jól sikerül ugye a jelentés, akkor megint nagyot fog valószínűleg rallizni, de hát én nem vagyok ilyen spekulátor, úgyhogy nem fogok rávenni. Intel, itt van ugye 8 darab részvényem, és az Intel most
már 30 dollár felett van, az Intel is ment a tegnap egy 4%-ot, szóval az Intel-lel azért pluszban vagyok, csak hát sajnos, nem sajnos, nagyon pici pozícióm. JP Morgan, ugye itt a bekerülési áron 115 dollár alatt van egy picivel, és a JP Morgan most már 138 dollár, és ezen az árszinten most már 3% alatti az induló osztalékhozam, szóval ugye most már osztalék portfólióban nem biztos, hogy a JP Morgan a legjobb választás, ha bár szerintem még fog innen felfele menni. Leggett & Platt, ugye ezt vásároltam a héten, még hétfőn, itt lett 27 darab részvényem, 35 dollár, és még mindig így is 5%, egész pontosan 5,01% az induló osztalékhozam, hogyha ezen az áron veszed meg a Leggett & Platt-et, és ugye az osztalék az elég stabil, több mint 50 éve fizet, szóval osztalék portfólióban szerintem tökéletes. Na és akkor itt van még a Meta, ugye, ami egy nagy kitettségem, és ugye ez sem osztalék fizető vállalat, és ugye itt is nagyon nagy mínuszban vagyok, ugye 193 dollárra bekerülés járom, és a Meta annak ellenére, hogy tegnapi raliban ment közel 8%-ot, és most már 118 dollár, ugye itt is hatalmas mínuszról beszélhetünk, és ugye a Meta sem fizet osztalékot, szóval hát ezt nem tudom, mikor fogom esetleg majd tudni azon gondolkozni egyáltalán, hogy realizáljak belőle valami nyereséget, mert nagyon-nagyon messze van az én áramtól. Habár tény, hogyha azért látjuk, hogyha jönnek a jó hírek, hogyha jól alakulnak az inflációs adatok, hogyha Powell bácsi jól beszél, akkor azért az nagyon meg tudja lökni az árfolyamot, ugye amire nagyon érdemes lesz figyelni decemberben, december 13-a, akkor érkezik az Egyesült Államokból az új inflációs adat, és hogyha az is jobb lesz a vártnál, és ez már ugye akkor a második lesz zsinórban, akkor az esetleg adhat szerintem egy újabb lökést a piacoknak, viszont hogyha rosszabb lesz az elvártnál, akkor meg az is megtörténhet, hogy nagy csapkodás lesz, és megint minden megindul lefelé. Úgyhogy mondom, a december 13 az egy nagyon kulcs dátum ebben a hónapban, és nagyon sok mindent meg fog mozgatni. Csak az a kérdés, hogy felfelé vagy lefelé. Na de menjünk akkor tovább. Nike, ugye itt van 3 darab részvényem, és a Nike a tegnap mit csinált? A Nike ment 3%-ot, most már közel 110 dollárra. A Nike, ugye a Nike-ot amúgy sem osztalék miatt veszi be az ember a portfóliójába, de most osztalék szempontjából pláne nem érdemes vásárolni. Ennek ellenére szerintem a Nike-ba is van még potenciál árfolyamilag, hogy menjen felfelé. Realty Income a héten esett azért 60 dollár köré, de a tegnap ő is ment 1,5%-ot, úgyhogy 63 dollár körül van, nekem ugye 61 dollár 70 cent a bekerülési áram, szóval hát egy nagyon pici pluszról beszélhetünk, de igazából túl sok realizálni való nincs, viszont nem is szeretném, mert ugye ez a vállalat havonta fizet osztalékot, úgyhogy nagyon szeretem. Starbucks, 100 dollár felett van a Starbucks, ugye nekem 75 dollár 88 cent a bekerülési áram, szóval itt most már jókora pluszról beszélhetek. Starbucks is ment a tegnap 3,5%-ot, egyelőre nem gondolkodom eladáson, de lassan-lassan lehet, hogy majd megérik rá, és akkor ugye, ha eladnám, ugye most a Starbucksnak, hogyha megnézzük, akkor az induló osztalékhozam ma már csak 2,15%, és ugye, hogyha eladnám, akkor vásárolhatnék helyette olyan vállalatokat, ami magasabb induló osztalékhozammal elérhetőek, és akkor így tudnám növelni az osztalék bevételem, de egyelőre nem gondolkodom ezen, majd a jövőben meglátjuk, hogy mi fog még történni. Tiro, ugye a Tiro is ment a tegnap egy nagyot, egész pontosan, nem olyan nagyot, 3,5%-ot, 125 dollár körül van most a Tiro. Ugye itt is pluszban vagyok, és én ezen az áron nem bővíteném, ha már tudom, hogy voltak, akik bővítettek 150 meg 160 dolláron is. Én elégedett vagyok evel a bekerülési árral, és igazából rontani nem szeretnék rajta. Javítani meg nem biztos, hogy lesz lehetősége. És akkor Tetovált Séf, hát még a Tetovált Séf is ment a tegnap a raliban, közel 5%-ot, így most már 1 dollár 50 cent. Ugye amiről beszéltem a múltkori videóban, hogyha 1 dollár alá esne, akkor vennék 100 darab részvény, belefektetnék egy 100 dollárt, és akkor ugye nagyon jól le tudnám átlagolni
az áramat. Ugye erre írtátok többen is, hogy jobb lenne ezt a tetovált sírfot elengedni a fenébe. Hát én elég nehezen engedem el az ilyen dolgokat, meg elég nehezen nyugszom abba bele, hogyha veszitek. Ez az élet minden területén igaz rám. Nem biztos, hogy ez jó tulajdonság, de tény, hogy nem szeretem el is. El se szeretem ismerni igazából, ha veszitek, de igazából veszíteni nem szeretek. Úgyhogy a tetovált séfet is tartom egyelőre, én még nem nyugodtam vele, hogy ennek vége. Lehet majd vége lesz, és akkor így jártam, de tényleg nem szeretném eladni, vagy ilyesmi. Meglátjuk. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Verizon, ugye itt 29 darab részvényem van, ezt két hete bővítettem. A Verizon is ment a tegnap egy 1,5%-ot, 39 dollár körül. Még így is 6,81% induló osztalékhozammal kecsegtett a Verizon, szóval osztalékportfólióban még mindig brutál jó. Hogyha nem lesz ennek a tegnapi rallinak egy komolyabb folytatása, és nem tart ki ez napokig, szerintem nem fog, akkor én a következő hetekben valószínűleg folyamatosan a Verizont, a legetempletet fogom bővíteni, így felváltva. Szerintem ezek most osztalék szempontjából is nagyon-nagyon jó árban vannak. Ugye a Walgreens is ment a tegnap, hát Walgreens csak 1%-ot ment, 41 dollár 50 cent, még a Walgreens is közel 5%-os induló osztalékhozammal elérhető, ugye nekem egy picit az átlag áram alatt van, én 42,39-en vettem, 40 darab részvényem van, szóval itt nagyjából nem állok sehogy, se pluszba, se mínuszba. Nos, hát ennyi volt, srácok, a mostani videó, én köszönöm szépen, hogy megnéztétek, kérlek, amennyiben tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha még nem lennétek feliratkozva, akkor ezt megtehetitek. Külön köszönöm a csatornatagoknak, illetve ugye ne felejtjétek, hogyha regisztráltok Trading 212-re és használjátok a Zsolt promókódot, akkor jogosultak vagytok egy darab ingyen részvényre, aminek az értéke nem több, mint 100 euró. Erről bővebben a videó leírásában is találtok információt, illetve ott találjátok a regisztrációs linket is, szóval, hogyha szeretnétek, akkor regisztráljátok és próbáljátok ki a Trading 212-t. Én búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!